6 perc elmúlt fél 9 koronavírus körképünkkel folytatjuk, és szokásunkhoz híven, mielőtt kapcsolnánk tudósítóinkat a legfrissebbekért, lássuk az adatokat a világból összesítve. A regisztrált fertőzöttek száma most már több mint 274.246.000 összesítve. A fertőzés valamely szövődményében eddig több mint 5.350.000-en hunytak el világszerte, és hogyha megnézzük a következő adatot, amely az összesen beadott védőoltások számát mutatja, ideértve az első, második és harmadik dózisokat, akkor az pedig már jócskán meghaladja 8 milliárd 658 milliót, ahogy ez látszik a táblázaton is. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük, és akkor lássuk, hogy ma honnan jelentkeznek tudósítóink. Ma a skandináv térségből lesznek híreink, illetve Németországból és Ausztriából. Jó reggelt kívánok tudósítóinknak. Kezdjük akkor a skandináv térséggel, konkrétan Dániával, ahol tombol a járvány, ezért azonnali szigorításokról döntött a kormány. Skandináv tudósítónkat, Cser Attilát kapcsoljuk most a legfrissebbekért. Melyek ezek az új szabályok, amiről részeiben már szó volt a híradóban is egyébként? Köszöntök mindenkit. Most már egészen biztos, hogy 100 000 ember karácsonyát legalább ennyire teszik a számot a dán szakértők, tehát több 100 000 dán karácsonyát is átírhatják, illetve átírták a koronavírus járvány adatok Dániában. Pénteken bejelentett a dán miniszterelnök, hogy az adatok fényében komoly korlátozásokat kell bevezetni. Ezek a korlátozások a társadalmi élet valamennyi területére kiterjednek. Szinte mindent bezártak a teljesség igénye nélkül, mozikat, múzeumokat, galériákat, kultúrházakat, főiskolákat, egyéb olyan intézményeket, amelyeket tömegek látogathatnak. Az alkohol eladást 10 órától reggelig megállították. Senki nem vásárolhat alkoholt, az éttermeket bezárják este 10 után, nem tudnak eladni alkoholt, és 11 után bezárják. Tulajdonképpen ezek az intézkedések majdnem olyanok, mint amit tavaly hoztak, viszont most először, ma reggel 8 órától Dániában a vonatokra, a távolság és helyközi vonatokra, autóbuszokra csak koronavírus igazolvánnyal vagy koronapasszal lehet, érvényes koronapasszal lehet felszállni, és ezzel lehet utazni, illetve a helyegyváltás kötelező a távolsági és a helyközi vonatokon. Ezek mértéke a helyközieken 450 forintnak megfelelő dán korona, a távolsági vonatokon 1500 forintnak megfelelő dán korona. Ezek nélkül nem lehet utazni. Viszont ez azt is jelenti, hogy körülbelül 60 000-en lehetnek azok, akik karácsonyra haza szerettek volna utazni tömegközlekedéssel, de mivel fertőzöttek lettek december 10 és 17 között, ezért 2 hétre elvesztik koronavírus igazolásukat, tehát a koronapasszuk nem érvényes, nem fognak tudni utazni. Ez soha korábban Dániában nem volt. Az adatok pedig nagyon aggasztóak. Pénteken a miniszterelnök azt jelezte, hogy 11 000 fölött van a napi fertőzöttek száma. Ez egy nagyon jelentős adat, és ezek közül kb. 3 000-en az Omikron variánssal fertőzöttek. A kórházi kezelés alatt 540 ember áll, 63-an vannak az intenzív osztályokon. Annak ellenére, hogy elég nagy az átoltottság Dániában, az Omikron fertőzést hordozzák azok, akik megkapták a vírus dózisait. Ők nem lesznek annyira betegek, hiszen a kórházba leginkább 50%, több mint 50%-ba azok kerülnek be, akik oltatlanok. Az ő helyzetük reménytelen, mondták a dolgozók, hiszen azok, akik több más betegséggel is fertőzöttek a koronavírus ellen, védetlenség, oltatlanság hiányában szinte majdnem biztosan meghalnak. Köszönjük. A fő problémát tehát az Omikron okozza, és nem csak a skandináv térségben, hanem például Németországban is, ahol az Omikronnak köszönhetően már az 5. hullámra készülnek, nagyon terjed ez a variáns a vírusnak. Berlinben jelentkezik most Noll Katalin a további információkkal. Ugye az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy felkészülten kell várni a következő, vagyis az 5. hullámot, de mit jelent ez a gyakorlatban? A tőlem balra lévő étteremben, és csak úgy több üzletben itt
Németországban a nem létfontosságú termékeket árusító üzletekben a 2G szabály érvényes, és ezt nagyon komolyan veszik több helyen, tehát például vannak olyan üzletek, ahol kizárólag a digitális oltási passzussal engedik be az embereket, tehát ez tulajdonképpen már a második olyan karácsonyi időszak, ami a koronavírus járvány, illetőleg a szabályok jegyében telik, és valóban a szövetségi egészségügyi miniszter és tartományi kollégái megfogalmaztak egy állásfoglalást, és arra kérték a szövetségi kormányt, hogy közös erővel kíséreljék meg, ahogy Karl Lauterbach egészségügyi miniszter fogalmazott, hogyha meggátolni nem is lehet, de lassítani lehet az Omikron terjedését itt Németországban, és erre két megoldást látnak, az egyik a beutazási szabályok szigorítása Németországban, tehát arra tettek javaslatot konkrétan, hogy például Nagy-Britanniát, ahol nagy erővel terjed az Omikron, tegyék fel a legszigorúbb besorolásnak számító vírusvariáns területeknek számító országok listájára. Viszonylag gyorsan érkezett erre reakció, tehát hétfőtől Nagy-Britannia is vírusvariáns területnek számít itt Németországban, Nagy-Britannián kívül 8 afrikai ország szerepel ezen a listán, tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően csak német állampolgárok, csak állandó németországi lakcímmel rendelkezőket szállíthatnak be Németországba az utazási társaságok, légitársaságok. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy tilos a beutazás, de például valamennyi érkező számára 2 hét karantén kötelezettséget írnak elő, ezt lerövidíteni nem lehet, és új a szabályozásban, hogy egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt is szükséges, és a javaslatban az is szerepel, hogy ne csak a beutazók, hanem az átutazók számára is tegyék kötelezővé ezeket a szabályokat. Magas kockázati területnek számít egyébként vasárnaptól, tehát a mai naptól Franciaország, Dánia és Norvégia, tehát ez azt jelenti, hogy azok, akik oltatlanok, 10 nap karanténidő letöltésére kötelezettek, ezt az 5. napot követően lehet egy negatív teszttel feloldani, és hát ezen kívül az oltás folyamatának a felgyorsítása az, ami a tervek között szerepel. Volt egy korábbi terv, miszerint évvégéig 30 millió vakcina beadását tervezik. Később ugyanakkor arról is szót ejtettek, az is nyilvánosságra került, hogy elképzelhető, hogy kevés lesz a vakcina Németországban, már ennek érdekében is tettek lépéseket, tehát 35 millió Moderna fog érkezni az országba, és 80 millió BioNTech Pfizert is vásároltak. Németországban a lakosság több mint 70%-a mondhatja el magáról azt, hogy védett, tehát 2 adag vakcinát kapott, és a 3. oltást több mint 30% vette fel eddig. Köszönjük, és akkor körképünket most Ausztriával zárjuk, ahol holnaptól szigorodnak a beutazási feltételek az Omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében. Ciráki Viktória mondja most nekünk a részleteket. Hogy szólnak az új szabályok, mire lehet számítani? Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. Az új szabály egész pontosan úgy szól, hogy a 3G-t ismét felváltja holnap 0 órától a 2G szabály. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az oltottak, illetve a betegségből felgyógyultak léphetnek be az osztrák határokon az állam területére, és mindenki más, aki nem rendelkezik ezzel a két feltétellel, aki nem teljesíti ezt a két feltételt, karantén kötelezettséget kell teljesítenie. Kivételt képeznek ez alól az új szabály alól a várandósok, illetve a 12 év alatti fiatalok, valamint azok, akik valamilyen orvosi indoknál fogva nem vehetik fel az oltást. Az iskolásokra szigorú tesztelés vonatkozik majd, és FFP maszk kell minden zárt területen, minden nyilvános hely zárt területén. Az ingázókra szintén más szabályok vonatkoznak, őrájuk továbbra is a 2G szabály vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem gyógyultak, vagy nem vették fel az oltást, egy friss PCR-teszttel kiválthatják ezt a lehetőséget, tehát ők továbbra is átjárhatnak az osztrák határon. Az oltatlanokra Ausztria szerte továbbra is a lockdown vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ők kizárólag a létfontosságú termékeket árusító üzletekbe mehetnek, és az esti órákban ők már nem hagyhatják el hivatalosan az otthonaikat. Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter egyébként kihirdette a pénteki sajtótájékoztatón, hogy a karácsonyt és a szilvesztert kivonja a lezárások alól. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan az oltatlanok is részt vehetnek karácsonyi partikon, illetve
illetve együtt ünnepelhetnek a szeretteikkel. Ez tehát 24-e, 25-e és a szilveszter éjszakájára vonatkozik majd. Egyébként a mai nap egy különleges nap Ausztria történetében, bár most még mögöttem nem látszik, de nem sokára kinyitnak az üzletek. A vasárnapi üzletnyitásra szerintem emberemlékezet óta nem volt példa Ausztriában, és igazából ezt erre azért volt szükség, mert a kereskedelem, mint tudjuk, hetekig zárva tartott itt Ausztriában, úgyhogy most az első nap, hogy vasárnap is kinyithatnak a boltok Ausztriában, és úgy tűnik, hogy ezzel sokan élni is fognak. Egyébként ez kizárólag azokra az üzletekre vonatkozik, amelyek zárva kellett, hogy tartsanak a 3 hetes lezárás alatt. Egyébként Ausztriában is az Omikron variáns terjedése okozza a legnagyobb problémát. Úgy tudjuk, hogy körülbelül 80 megerősített eset van itt Ausztriában, és ennek a jelentős részét Bécsben találták. Tehát a legfertőzöttebb, Omikron által fertőzöttebb régió az Bécs. Egyébként még aggodalomra ad okot az is, hogy az osztrák iskolások még a héten mennek az iskolába, és amennyiben egy osztályban akár egyetlen egy omikronos esetre is fény derül, az egész osztály karanténba kerül 14 teljes napra. Beszéltünk itt, hogy az üzletek nyitása az némi enyhítést jelent, de maradjunk a korlátozásoknál és a szigorításoknál. A magyarokat esetleg így a téli síszezonban mi érintheti a szigorítások közül, mire kell odafigyelni? Hát a határátlépésre tehát, amint mondtam, mindenképpen érdemes fokozottan odafigyelni, tehát PCR-teszttel fogják tudni, és csak az ingázók átlépni a határ. Tehát egyelőre úgy tudjuk, hogy kizárólag az oltottak és a gyógyultak léphetnek be Ausztriába, úgyhogy talán még a következő napokban életbe léphet bármilyen enyhítés. Jelen pillanatban hétfő 0 órától kizárólag a gyógyultak és az oltottak léphetnek be Ausztriába. Ciráki Viktoriának Ausztriából, Noll Katalinnak Németországból és Cser Attilának a skandináv térségből köszönjük az információkat.